Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, és srácok beszélgessünk az Antemről, mert nagyon sok beszélni való van. Úgy érzem, úgy látom, úgy tapasztalom, hogy az Antem jelen pillanatban egy olyan játékká válik, ami hihetetlenül szétválasztja a játékos bázist, mivel hogy látom, hogy a játéknak lesz egy nagyon-nagyon dedikált játékos bázisa, aki tűzön vizen keresztül hajlandó védeni ezt a játékot. Ezt tapasztalom a magyar közösségben, is, mivel, hogyha az ember már egy fél pillanatra őszintén beszél a játékról, és annak, eh, hogy is mondjam, eh, rosszabb dolgairól, vagy azon dolgairól, amit javításra igényelnek, akkor az emberek már is ugralak, hogy miért fikázod a játékot. Nem fikázzuk a játékot, a mi videósok, vagy én legalábbis nem fikázom a játékot, de ne kimerem mondani azt, ami van a játékba, és van neki rossz oldala félreértés, ne esik, viszont ugyanakkor a BioWare ahhoz igyekszik, és csinálja, és tolja, és javítja. Természetesen nem most kellene azt megcsinálni, hanem már meg kellett volna megjelenés előtt, de ez már lényegtelen. Mostanra a játék itt van, és a BioWare az nagyon igy igyekszik. De ennek ellenére a játék körül olyan sok Hír folyik, hogy negatív reklám, pozitív reklám, mindegy, de a, játék, a játékosokat a játék felé tereli. Úgyhogy egy pozitívum ebből a szempontból, hogy az Anten mindig a hírek központjában van. Vagy mert nagyon rossz, vagy mert nagyon jó, mert mind a kettő egyszerre. Úgyhogy, ja, de az legújabb hírek, hát megindult a legújabb hírek ezzel kapcsolatban, Ugye kijött a mostani patch, beszélgessünk egy kicsit erről. Kijött a mostani kis hotfix patch, valami 3 giga. Öö, gyerekek, öö, elsősorban, ami változott. Oké, állítólag nem lesznek már connection problémák. Na most ez nem igaz, nem azt írták, hogy nem lesznek connection problémák, hanem az, hogy kevesebb connection probléma lesz. És ezt tanúsíthatom nekem, akinek minden egyes küldetés után connection problémám volt, ez most már nincs tényleg néha-néha megszakad, de már nem annyiszor. Szóval ezt írták, és, és ezt be is tartották, hála az égnek, végre tudok játszani. Megkapom a lútomat, megkapom a lóvémat, ez, ez, már nagy szó, mert kurva sok lúttól estem el, és kurva sok um, lóvétól estem el. A másik, nem tudom, hogy ti észrevettétek-e, a környezet, mint a kapott volna némi update-et, itt-ott egy, egy egyet több vízesés, Uh, amikor esik, és végre be van borulva, tehát nem az van hogy süt a nap. Helyenként még süt a nap, amikor úgy esik, és olyan hülyén néz ki, uh, de most már néha van hangja egy-egy villámnak. Uh, nem vagyok benne biztos, de lehet, hogy szelet is hallottam, de félfüresüket vagyok, hogy nem tudom. Uh, de, de úgy borusabbnak, veszélyesebbnek néz ki a környezet, ami szerintem az. Antemnek egy sajátossága kellene, hogy legyen, hogy egy kicsit veszélyesebb, borúsabbnak, élőbbnek nézzen ki ez a, az a környezet. Szóval sokkal sivesebben mentem ki egy free playbe, és a többi sokkal jobb, élvezetesebb volt játszani emiatt, nagyon megadta a hangulatát. És végre először éreztem azt, hogy a javelinemnek ereje van megesett, hogy azért már éppen mit tudom, hogy én beléptem Masterworkbe, vagy nem, már Masterwork voltam az előtt is, hogy kijött ez a pestet. Hát kimentem a, az Interceptorral, és amúgy is egy erős, eddig is egy erős Javelin volt túlélésben, de most már damage-ben is ott van. Végre Grandmaster egyen, egyen, egyelőre leolvasztja ö, a mobokat. Lehet, hogy nem, nem lehet, egy jó sikerült bildával nem arról van szó, tényleg egy jó, sikerült jó sikerült bildával nem lehet, hogy jó sikerült bilde van, de leolvasztja a, a mobokat Grandmaster 1 -jel. meglátjuk Grandmaster 2 hogy hogy fog alakulni, Grandmaster 3 az már tényleg amúgy is a, csapatról szól, mint a szólózásról, szóval Uh, eddig így állunk. Ez egy na, számomra egy nagyon-nagyon pozitívan fogadott javítás és ez nagyon-nagyon-nagyon kellett uh, a játékban. És sok apró másik ilyen uh, javítást csináltak, mint például, hogy most már Tarsis-ból bárhonnan elindíthatsz egy küldetést, nem kell sétálni folyton a javelinethez. A másik pedig, hogy Uh, azt is beleazhatták volna, hogy nekem mindig oda sétálni az izékhez, az NPC-hez, hogy felvedd a küldetéseket, az se lenne rossz. És egy csomó-csomó ilyen apróság jött bele, buffolták a fegyvereket, a képességeket, a egy-két kinézetet, szóval minden, ami, ami uh, úgy hiányzott a játékból, uh, egyelőre, mert nem mindent csináltak, az az hozzáadtak. És ez így van rendjén. Uh, Térjünk rá a következő dologra. Uh, jó, remélem, hogy el, eljutott el Data minolták a videó, a, a, játékot, és felfedeztek új három darab armor kozmetikumot, azt hiszem, nem armor lesz, armor kozmetikumot, és ja, nagyon ilyen skár hangulata és beütése van az armoroknak. Uh, elég jól néznek, Jól néznek ki, nem tudni, hogy mikor fognak bejönni. A következő nagyon fontos és érdekes dolog, hogy elindult Redditen egy poszt, ami nagyon-nagyon sok szavazatot kapott, és kommentet kapott rá, hogy a játékosok tüntessenek az Anthem ellen, mert hogy akkor a BioWare befektetők, így mindenki felfigyel, és ha egy olyan life-services játékról van szó, mint az Anthem, ahol ugye az emberek befizetnének pénzt, hogy kapjanak valamit cserébe, az igen igen megüti uh, a pénztárcájukat, hogy a játékosok nem játszanak. Úgyhogy írtak egy olyan játékot, egy olyan tüntetés, arról szól, hogy az antemmen dobja adják vissza azt a loot bugot, ami volt, hogy legyen végre újra lúteső, és növeljék meg a, a lútot mivel hogy. A játék nagyon gyérül bánik a lúttal, és egyes játékosoknak, még soha nem láttak legendary és a többi, tehát masterwork is ritkán dobál, úgyhogy valahogy meg kellene ezt, vissza kellene hozni. Indítottak egy petíciót ezzel ellen Redditen, és tüntetésre szólítják fel a játékosokat, hogy egy hétre hagyják abba a játékot. Na most ez nagyon sok szavazatot kapott, nagyon sok kommentet kapott. Voltak, akik, voltak, akik képekkel kirakta, hogy 35-35 Strongholdot ment, és egy Masterwork itemet kapott. Ez most már azért nincs így, természetesen most már garantáltan dob a boss egy Masterwork itemet mindegyik Strongholdnak a végén. Ha szerencséd van, akkor útközben is fogsz kapni Masterwork uh, itemet. Szóval, és beszélgessünk erről, a lakról, uh, mint olyanról. Uh, bejött a egy frissítés, elméletileg javítottak a lakon megint. Nem tudom, hogy működik-e gyerekek. Esküszöm, nem tudom, hogy működik-e egyszerűen. Uh, ne, nem tudom eldönteni. Az Interceptoromban uh, van most már 50% lak, legalább. 50 lák. Bemegyek, és ez már úgy benne is marad, mert a bildenben egy olyan stabil, egy annyira jó komponenshez jött hozzá, amit nem fogok lecserélni jó darab, szóval az interceptorom 50 lákkal fog mászkálni uh, mindenképp, tehát két komponensben van így benne. Uh, és bementem vele Strongholdra, Legendary küldetésre, uh, mind, min mindenhova elmentem vele, master uh, masterwork kaptam, de sokszor csak azért, mert az volt a jutalom a végén, tehát az a kötelező jutalom. Egy biztos, hogy minden ilyen komponensre, amit az interceptorral fogtam ki, tökéletes rollokat kaptam. Tehát mind, mind, mindenhogy damage boost, vagy az adatgépre, vagy az egész javelin-re. a másodlagos kiegészítők is damage boostok -ok lettek, szóval ilyen jó, jól, jól ki lettek forgatva ezek a dolgok. És lehet, hogy ez a lak miatt volt. Na de van egy kolosszusom, ami kevésbé izmos, és úgy azt is akartam húzni, úgyhogy természetesen az is lehet, a Stronghold, a legendary és a többi. Egy darab lak nincs benne, első Strongholdon, bim, legendary item. Másik Strongholdon, bim, legendary item. És így, wow! Tehát így ültem a képernyőre és két, kétszer Legendary item, és, és az egyik a Divine Vengeance, úgyhogy irigykedjetek egy kicsit. Uh, Japp, ez egyik a Legendary a Divine Vengeance. Nagyon-nagyon jó kimondani, és Legendary Divine Vengeance. Uh, szóval... Um, <kül> nagyon-nagyon gyorsan felerősítettem azt a, azt a kolosszust, emiatt nagyon jó fegyvereket fogtam ki, ugye a gíreket megint csak Masterwork hullott, mint a cukor, és egy darab luck nem volt benne. Ami a rollokat illeti, a Divide Vengeance-re geci jó rollok lettek, a többire is jó roll lett, de nem mondhatom, hogy ő, de jó, de nem fogok hiány szenvedni miattuk. Úgyhogy... Pff, én nem tudom, gyerekek. Lák ide vagy oda, én úgy tudom, hogy tehát elméletileg a legendire nem működik a lák, de a kiforgatásra igen, nem fingom sincs már, hogy mi van a lákkal. A lényeg az, hogy nem baj, hogyha bent van, hogyha úgy esik, hogy bent van, de úgy nézem, hogy az se baj, hogyha, hogyha nincs benne. Nem tudom, mi a ti véleményetek a lákról, ti hogy látjátok, nektek működik-e, van-e valami, vissza akarjátok hozni a lútesőt, vagy úgy gondoljátok, én speciál úgy gondolom erről a lútesőről, loot a lootbagokról, ami benne volt ebbe a játékba, hogyha ezt visszahozzák, és lúteső fog lenni, akkor nagyon gyorsan kifogunk fotni ebből a nagyon kevés tartalomból, ami, is, ami van, mert jelen pillanatban az antenben nincs oly sok tartalom, és az endgame-et a loot drop, ami képviseli az egyik endgame a loot drop az, ami képviseli azt nem kéne uh, szerintem még nem kéne felerősíteni, hogy jobb legyen a loot, több legyen a loot, majd akkor, hogyha már egy jó pár tartalom lesz a játékban, akkor legyen több a loot mert akkor van mit játszani a másik meg, hogy a, a bioware tényleg gyorsan kellene um, Aktiválódnia, Division 2 kint van, uh, Borderlands 3 úton van, Destiny 2 még mindig nyomja ki a lútot, és a Warframe egy hatalmas fricskát dörgött most alá az órukkal, a legújabb update-tel és patch és, mindennel, uh, és és királyként viszi az első helyet az ilyen looter-shooter uh, kategóriában. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sietniük kell a bioware hogy egy minőségi munkát letegyenek, mert, mert ezek a játékok, a Division 2 egy hihetetlenül jól összerakott és komplex RPG, looter, shooter, anyám kínja, tehát nagyon jól össze van rakva úgy, ahogy becsülettel egy RPG-nek össze kell lennie rakva, nem jó, nem beszélve a bugokról, stb. ami benne van, de a komplexitásában nagyon-nagyon euh, korrekt össze van rakva. A Borderlands 3 háromnak pedig már van egy reputációja, szóval az egy-kettő kurva jó játék volt, és ebből adódóan a harmadikra hogy sokat várunk, de van neki egy reputációja. Uh, hát uh, a Varsájn, az meg a Warframe, tehát az előtt le a kalappal, amit most jelen pillanatban csinálnak. Szóval, ja. Srácok, nagyon köszönöm a figyelmet, várom a véleményeteket. Uh, találkozunk a következő antem videónál.